Alzheimer világnap szeptember 21-én a Művelődési Házban tartották meg ezen a napon az Alzheimer kafét, amin dr. Takács Katalin Gyöngyi tartott előadást Királyné Miklós Zsuzsanna szociális munkással. A magyarországi Alzheimer létrejötte 2014 évéhez kötődik, és dr. Menyhárt Miklós egészségügyi szakmenedzser és szakorvostan, háziorvostan szakorvostól származik. Ő franciaországi példa gyanánt hozta Magyarországra a mozgalmat, amelynek vannak szigorú protokolljai, és gyakorlatilag ezt emelte át a külföldi benyomásait az ott tapasztaltak alapján. Győrbe kezdte el a ténykedését a meghatározott alapelvek szerint. Egy éves kifutási időt adott magának és a társainak, utána egy hatástanulmányt készített arról, hogy őszintén beszámolja, hogy mik voltak a buktatók, mik voltak a pozitívumok, a negatívumok a győri Alzheimer Café kialakulásával kapcsolatban. Vagy 8 éve már megalakult, férjem a vezetője, Frucht Ferenc, az elsők között végezte el ezt a tanfolyamot, ahol képzett szenior tánc oktató lett. Úgy hiszem, hogy itt Dombováron nagy örömmel járnak a hölgyek, heti rendszerességgel jövünk. A legidősebb tagunk 94 éves, aki mindig ott van az órákon, és végig táncolja a másfél órás dolgot, és elkísér bennünket egynapos kirándulásokra is mindenhova. Úgyhogy ő a mi reklámunk, a Marika néni, úgyhogy fiataloktól kezdve időskorig, nálunk inkább az idősebb korosztályban. 94-et, most lépek a 95-be. Már ilyen nap volt, születésnapom is volt, meg névnapom is egy. Úgyhogy ennyit tudok mondani. Nagyon szívesen jövünk. Határozott koreográfia van, mindenkinek ugyanazt a lépést kell megcsinálni. Nyúlfartnyi a koreográfia, de azért nehéz megjegyezni, mert időnként az agyunk már tudja, de lábunk még mindig nem azt csinálja. De akkor jókat mosolygunk, úgyhogy el vagyunk, meg vagyunk. A képzést valósítsuk meg, mert a szenior táncnak az a lényege, hogy együtt, örömmel, szép dallamokra olyan mozgásokat tanuljunk meg, ami ezt a úgynevezett Alzheimer kórt elhalasztja, távolabbra viszi, és minél tovább tudjunk együtt táncolni. Köszönöm a leányoknak, hogy eljöttek. Köszönöm a közönségnek, hogy hajlandó ránk időt szakítani. Az Alzheimer világnap van ma, ennek keretében szerveztük meg itt a Művelődési Házban az Alzheimer kafénkat is, amelynek keretében egy előadást tartottunk kolléganőmmel, a szociális munkásunkkal. Itt az a magáról a mozgalomról beszéltünk, a betegségről, illetve a demencia programról, hogy a betegek a megfelelő ellátáshoz megfelelő időben hozzájussanak és tudjanak ezekről a támogató rendszerekről. Ezt követően pedig itt volt ez az Alzheimer világnap alkalmából a Szenior Örömtánc, és most indult el a csapat éppen az Alzheimer sétára. Itt körbe fogunk sétálni, ez mindenhol a világon így történik a mai napon, és Magyarországon is sok városban az Alzheimer kafék szervezői sétát tartanak. Ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a demens betegeket ne bélyegezzük meg, és a társadalom tagjaiként megfelelően fogadjuk el.